megjött a polgármester úr, és Kedi csókolom, segítek, várjál, de nem kell ez. Kedi csókolom, hát Isten értesse sokáig. Hát jó erőben és egészségben, jó sokáig. Jó, van. Hallom, hogy reggel 7-kor már menj sportolni, azt hallottam. 7-től 9-ig. Jó, van, szuper. Hivatalban! Hadd adjam közben oda ezt, jó? Fogadja szeretettel ezt a kis virágot tőlem. Na, ez aztán nem kis virág. Nem. És jó illata is van. Jó illata is van. Meg ezt is fogadja. Én tudom, hogy ezt az információt kaptam, hogy ezt nagyon tetszik szeretni. Bár az ön rétesét is nagyon sokan szeretik, azt mondta, valamit kér, valamit elárultak, hogy valami saját kezét. Erzsi néni már kora reggel felkelt, megsütötte a túrós és meggyes rétest, a sós süteményt is ő készítette. A 100. születésnapját ünneplő asszony kiváló egészségnek örvend. A mai napig sokat segít a szomszédos vendéglőben, diót, mogyorót tör, lekvárt főz és kézi munkázik. Szeretnék már kötni. Pulóver, ilyesmit. És a rétest is elkészítette, igaz? Hogyha jól tudom. Rétest. Rétest. Mit csinálom én? Csak a sütőm már nem olyan, mint köllene. Ebben már nem igen. Már ma is reggel mentem a győzőhöz, 6 órakor meglett a rétes. És hogyha már a rétesnél tartunk, Erzsi néni azt is elmesélte, hogy a II. Világháborúban még az orosz katonáknak is megsütötte a magyar édességet. Ráadásul annyira jó sikerült, hogy kis hián elvitték az akkori Szovjetunióba. Szerencsére erre nem került sor. Egy fia, 2 unokája és 3 dédunokája van. Fia is arról beszélt, hogy édesanyja minden pillanatban csinál valamit. Mindig aktív volt, ugye tudom mondani, tehát voltak földjeink, nem nagyok, de szöllő, kukoricaföld, stb. Oda is jár dolgozni, helyi kertet is műveltük. Meg hát tartottunk régen állatokat is, ugye, amit saját használatra, vagy hát élelmezés célból mindig tevékeny volt, tehát mindenkinek segítőkész minden. Unokái gyakran látogatják, és amiben tudnak, segítenek a ház körül. Még emlékszem rá, hogy engem gyerekkoromban nagyon sokat kísért az óvodába, ennek mindig nagyon örültem, hazafelé mindig jókat beszélgettünk, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen jó egészségben találta ez a 100 éves életkora. Nagyon büszkék vagyunk rá, örülünk neki, hogy még nagyon aktív, még a szomszédba is jár segíteni, kertbe kibóklászik, ha más nem, akkor az apunak mondja, hogy mit kell csinálni, mit nem kell csinálni, mit nem szabad ne csinálni, úgyhogy rendet tart a ház körül. Úgyhogy tényleg nagyon büszkék vagyunk rá, és nagy öröm ez az egész családnak. Erzsi néni szerint hosszú életét 2 dolognak köszönheti, mindig mindent megevett, és keményen, becsületesen dolgozott.